Ma december 21-én van az év legrövidebb napja és a leghosszabb éjszakája is. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást, az újjászületést is jelképezte. A kínai krónikák már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának, a sötétség végének megünneplését. Temerénben az esemény házigazdája és főszervezője a Hunor Hagyományőrző Egyesület. A program délután 3 órakor kezdődött a vendégek fogadásával, az ünnepi köszöntőket szertűzgyújtás követte, majd táltos és regős énekek hangzottak el. A vendégeket Törteli László, a Hunor Hagyományőrző Egyesület alelnöke köszöntötte. Büszkévé tesz bennünket az, hogy 14 évvel ezelőtt egy szalmabálát gyújtottunk a kertészetünk szegletében. Körbeálltuk átszellemülve, mert tudtuk, hogy ezen a napon a tilnapforduló van, és ezt őseink ünnepelték. Majd egy kis idő után fölmentük a világhálóra, és a világ térképen Alaszkától Új-Zellandig ilyen kis lángocskák mutatták, jelezték, hogy hol jutottak tüzet, és Temerin is rajta volt. Ez nagyon büszkévé tett bennünket, az még a kezdet-kezdetén délvidéken, Temerinben gyújtottunk először tüzet ennek a tiszteletére. Mi már rendszeres résztvevők vagyunk, Zentáról jöttünk, és mindenféleképpen az ősiségünknek az egyik legfontosabb, legmeghatározóbb ünnepe volt. Ugye holnap reggelre születik meg a fény hatalma, már holnaptól egy jó akaratnyival több lesz a világosság, és ez egy olyan fontos dátum volt az őseink életében, amit szerintem szép és jó dolog, ha így megtartunk hagyományként. Szertűzgyújtás után a fény növekedésbe való átfordulását és a megújulás reményét hajnalig tartó zenei programokkal és virasztással ünneplik a temerini ősök tanyáján.